Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és a színtér mai vendégét, egy fiatal színművészt, akit úgy hívnak, hogy Fröhlich Kristóf. Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy te itt társulati tag lettél a Budaörsi Latinovic Színházban. Egyébként téged már nem először látunk itt, én személy szerint a Figaro házasságában láttalak, a születésnapban, és most ugye a két új bemutatóban, amelyről különösen természetes, hogy fogunk beszélni. Az egyik a Requiem egy álomért, a másik pedig a most pár napja bemutatott Székely Csaba darab, az Öröm és boldogság. Hát neked is nagy öröm és boldogság, valódi öröm és boldogság, kicsit elvonatkoztatva a darabban megnyilvánuló örömről és boldogságról az, hogy egy színművészeti egyetemista itt gyakorolhatott, nagyon sok szerepet megkapott, nagy bizalom van feléd, például főleg Alföldi Róbert részéről is, hiszen már nem első darabjában játszol, és hogy te, aki a negyedéves korodban pont azban a darabban játszottál, ami nekem az egyik kedvenc darabom volt, amiben ő is játszott a Nemzeti Színházban. Ugye, mi is volt ennek a címe? Ez a Figaro házassága. Az is, de most a másik darabra gondolok, az Angyalok Amerikában. Angyalok Amerikában. Igen, az egy remek előadás volt a Robival a Nemzeti Színházban, és hogy te például abban is játszhattál. Igen. És aztán ide kerültél. Na, hogy volt ez az út? Milyen utat kellett megtenned, és úgy érzed, hogy bizonyítanod, hogy te most itt társulati tag lehettél? Hát én nagyon kisgyermekkoromban elterveztem azt, hogy színész leszek, és nyilván... Kaposvár ott, ahol laktál. Kaposvár, és játszottál felnőttem. Is. És játszottam ugye? Is. Ugye? Például a Pál utcai fiúkban. Igen, a Pál utcai fiúkban, amit Vidovszky György rendezett, valamint Rétli Attilának a Twist Olivérjében is játszottam. És hát valahol ott kezdődött, nyilván nagyon sok versmondó versenyre jártam, meg szép kiejtésére, meg ilyenek. És akkor a Csiki Gergely Színház meghirdetett egy castingot az Olivérre, és akkor édesanyámmal emlékszem, elmentem, és nagyon beteg voltam, nagyon meg voltam fázva, és ott izgultunk, hogy hát ez egy musical, és most itt énekelnem kell nekem, úgyhogy teljesen beteg vagyok. De elénekeltem, amennyire tudtam, egy dalt, és utána jeleztek, hogy megkaptam az egyik szerepet, egy árva fiú voltam benne, szóval igazából csak statisztáltam, meg énekelgettem. De megcsapott a színház szellem, mert ugye a családban nincsenek egyébként színművészek. Nem, nekünk a családunk. Papa matematika tanár, ugye? Igen, édesapám matematika fizika tanár, édesanyám pedig védőnő, úgyhogy nagyon nincs művész családunk. A nagypapám, apai nagypapám, ő hegedű művész, ennyi körülbelül, de én is jártam zeneiskolába, úgyhogy ő ennek nagyon örült annó. És most is zenész, amikor van egy pici időd, mert amikor azért több van... hangszeren játszol. Igen, igen, fuvoláztam 7 éven keresztül, utána magánének szakos lettem, és hát mint minden jó kamasz fiú elkezdtem gitározni 13 éves koromban. Zongorázol is? Zongorázni az ilyen autodidakta módon tanítgatom magamat, és így hobbi szinten játszogatom. Tehát akkor egyenes út volt ahhoz, hogy felvételizz a színművészeti egyetemre. Igen, hát számomra egyenesnek tűnt, de aztán amikor leérettségiztem és elkezdtem felvételizni, akkor Kaposváron a harmadrostáig jutottam, a Cserhalmi György osztályánál, de ott kiestem az utolsó fordulóban. Itt fent Pesten pedig a Marton tanár úrnál felvételiztem, aki már az első rostánál kidobott engem. De így kerültél te bölcsész szakra egy évig. Igen, egészen igen, egy évig. Igen, és én egyébként örülök is neki, hogy nem vettek fel egyből, mert nekem az egy év magyar szak az nagyon sokat segített a személyiségem fejlődésében is, és az ízlésem fejlődésében is. Úgyhogy meg önállosodásban is, nem? Mert ugye el kellett menni Pécsre, igen. És az mégiscsak egy kicsit odébb van, mint Kaposvár. Ilyen fél önállósodás. Így van, így van. De azért másodszorra viszont már fölvettek, és másodszorra. Rába Roland és Pelső Ciréka osztályába kerültél. Igen. Ami azért is jó, mert itt is például Pelső Ciréka hozott téged ide, és játszottál az ő rendezésében. Igen. Milyenek voltak ezek az évek? Kollégista voltál? Albérletben laktál? Először kollégista voltam az első 3 évben körülbelül. És aztán úgy döntöttem, hogy nagyon szűk az a kollégium,
és nagyon sokan vagyunk, és most már így 23 évesen szükségem lenne egy kis magánszférára, úgyhogy összeköltöztem az egyik osztálytársammal egy albérletbe, és akkor ott éltem vele. Az egyetemi évek a legcsodálatosabb és legfantasztikusabb évek voltak az eddigi életemben. Csodálatos az osztályom, 11-en vagyunk, és nagyon szeretjük egymást, konkrétan ők lettek a családom és az egyedüli baráti társaságom. Nagyon összetartóak voltunk, volt nagyon sok konfliktus nyilván, de azt mindig meg tudtuk oldani. Persze. Csodálatos volt együtt dolgozni velük. Rékától és Rolandtól rengeteget tanultam, nagyon-nagyon jó osztályfőnökök voltak, nagyon szerettek minket, és hát az volt a csodálatos, hogy olyan nagymesterektől tanulhattunk, mint Zsótér Sándor, Aser Tamás, Hajdú Szabolcs, Ördög Tamás. Szóval nagyon-nagyon nagy neveket hoztak az osztályhoz. Hát emlékszem, elsősök voltunk, éppen hogy csak felvettek minket, és az első héten már a Schilling Árpáddal dolgozhattunk. Úgyhogy nagyon komolyan indult meg az egyetemi képzésünk, és végig rengeteg sok mindent tanulhattam Máté Gábortól is, Bagosi Lászlótól is. Hallgathattam a Székely tanárurat és a Zsámbéki tanárurat, ahogy a rendező hallgatók vizsgáikban, amikor játszottunk, hogyan vannak ők értékelve, hogyan vagyunk mi értékelve. Szóval rengeteget tanultam, Ságodi tanárnőtől megtanultam beszélni, a Bagó Gizela tanárnőtől megtanultam énekelni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos 4 év volt számomra, egészséges 4 év, és aztán ugye beütött az 5. évben egyrészt a Covid, másrészt pedig az egyetemfoglalás nálunk, ami bár elvette az utolsó évünknek úgymond a szépségét, de adott valami sokkal nagyobb pluszt is. Szóval ez az 5 év, ez igen, hát egyed és megismételhetetlen, amit ti átéltetek, az biztos, és az, hogy utána neked egyenes utat vezetett ide, mert hogy Berzsenyi Bellág Ádám az jó szemmel meglátta benned, hogy szüksége van egy ilyen karakterre, szüksége van egy ilyen fiatalemberrel, aki terhelhető, mert például ebben a 2 darabban, nem véletlenül mondom ezt a jelzőt, vagy ezt a szót, hogy terhelhető, mert mind a kettő lelkileg is nagyon megterhelő a 2 legújabb bemutatód. Én úgy gondolom, hogy a Requiem egy álomért az egy olyan színdarab, amit meg kell nézni a fiataloknak mindenképpen. Mert az, hogy a drognak a hatalma, és hogy ez hogy érvényesül, és hogy hogy épül le egy szervezet, és hogy egyáltalán milyen reakciók vannak, hogy ez egy nagyon jó drámán keresztül, és remek színházi szerepek, és alakítások, és tényleg, hogy Takács Kati, akivel te együtt játszhatsz, és aki a te édesanyádat alakítja ebben a darabban, hogy ő is ugyanígy bele kerül ebbe a körforgásba, és a kábítószer által épül le, meg te is, meg a barátnőd is, meg a barátod is, tehát mind a 4 különböző módon, hogy ez a próbák folyamán, és úgy gondolom, hogy neked, aki egy természetes lelkületű és egészséges lelkületű ember vagy, ez pszichésen is nehéz lehetett feldolgozni és megoldani ezt a szerepet. Igen, hát ezek nagyon szélsőséges állapotok, amiket ábrázol ez az előadás. Alapvetően én mindig azt gondolom, hogy nem nehezebb egy kábítószerfüggőt eljátszani, mint egy szerelmi csalódásban szenvelgő embert, és valójában nem szükséges az, hogy én megpróbáljam azt az állapotot, vagy azt a konkrét egészségügyi helyzetet ismerni, hogy ezt én ábrázolni tudjam, mert azt hiszem, hogy a drog az csak egy eszköz, vagy csak egy nagyon felszínes állapota ott azoknak a karaktereknek. Valójában az a lelki csalódottság, az a félelem és az a szorongás, amin ők átmennek, az mindegyikünkben benne van a magánéletünkben is, és valójában csak kell találni egy pontot a lelkemben, ahol össze tudom ezt a kettőt kapcsolni. És valóban megterhelő nagyon az előadás, mind pszichésen, mind fizikailag is, mert ugye az elvonási tüneteknek a fizikai ábrázolása az nagyon-nagyon sok fizikai terheléssel jár.
és ez valóban nagyon fárasztó, de nagyon szeretem csinálni, és nagyon, nagyon fontosnak találom én is, hogy szembesüljenek ezzel az emberek. Már csak azért is, mert szerintem az előadás nagyon jól megmutatja azt, hogy egy kábítószer függő miért kerül oda, ahova. A mi darabunkban is a kábítószer valójában csak egy eszköz ahhoz, hogy az ő álmaik és vágyaik beteljesülhessenek. És nyilván ez egy hazug kép, hiszen a kábítószer semmit nem fog segíteni ezen. De valójában... Láttad a filmet? Láttam a filmet, még nagyon... Mert ugye a film alapján készült ez, úgyhogy ez nagyon jó, hogy Ádámban van egy ilyen fölvállalás a dolgoknak, hogyha jönnek a kollégák, és azt mondják, hogy most mi szeretnénk ezt megvalósítani, mert kedvencünk ez a film, és talált hozzá a kolléganőt, aki dramatizálta, aki elkészítette a színpadi adaptációt, ami remek, mert pont azokat a részeket hangsúlyozza, amelyek nagyon fontosak, és a film alapján egy teljesen önálló mű készült. Igen, és igazából nagyon fontos az, hogy eredetileg ugye ez egy regény. Igen. És Hubert Selby, aki írta a regényt, ő írta a forgatókönyvet is az Aronofsky féle filmhez, és mi próbáltunk valahogy egy ilyen egészséges középutat találni a film és a regény között. Igen. Nyilván több mindent megmutatunk a cselekmény szából, mint a film. A film inkább a hangulatra és az állapotokra fókuszál, míg a mi előadásunk inkább azt az utat próbálja megmutatni, hogy egy viszonylag egészséges közeg, egy viszonylag egészséges emberi csapat hogyan tud lesüllyedni egy borzasztó állapotba és egy borzasztó szintre, és talán ettől megrázó nagyon, hogy egy nevető és boldog fiatal fiú, akit én játszom még a darab elején, hogy jut el odáig, hogy a drog hatására majdnem megveri a barátnőjét, és teljesen kikészíti a saját szervezetét. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy ezt lássák a nézők, és a fiatalok számára pedig egy nagyon erős drogprevenciós eredménye is van szerintem ennek az előadásnak, ami miatt szerintem nagyon jó, hogyha a középiskolások eljönnek és megnézik ezt a darabot. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz, hogy az IJ-s gimnáziumból is minél többen eljönnek és megtekintenek benneteket. Gondolom, hogy segített téged az is, hogy IJ-s Robert, hogy Takács Kati, tehát hogy a nagyok, akik itt a társulati tagok már évek óta, és remek, zseniális színművészek, hogy ők segítettek benneteket, nem? Mert nem csak téged, ugye, mert ugye ott van még Bence is, és ott van ugye Petra, ki játszik még a darabban? A Nagy Katica. Nagy Katica, pardon, Petra csak tag lett szintén ugyani, tehát Nagy Katica is, illetve Böröndi Bence is játszanak még a drámában. Igen, nekem hatalmas nagy élmény volt a Takács Katival együtt játszani, mivel én kaposvári vagyok, ezért én őt még láttam a Csikiben, amikor ott volt, és nagyon nagy élmény volt, főleg mivel a Kati játsza az édesanyját a karakteremnek, ezért a kettősünk, a nagy jelenetünk számomra az a legfontosabb pontja az előadásnak, mert elképesztő, hogy mikre képes a Kati, és csodálatosan játszik. A Robinál pedig, hát leesett az állam, hogy ennyiféle karaktert ilyen színesen és ennyire egyedi módon tud megragadni. Minden próba folyamat, minden előadás és minden nap egy ajándék velük, és nagyon örülök, hogy velük dolgozhatom. Hát ugyanezt elmondhatjuk, gondolom, a másik mostani bemutatóról is, az Öröm és Boldogságról, amit még az is megfejel, hogy kortárs írónak a darabja, és hogy meg is ismerkedhettél az íróval, hogy látod az ő reakcióit, hogy ott volt a bemutatón, hogy tudsz vele beszélgetni. Tehát nem csak a rendező az, aki téged irányít, és aki olyan pont ebben a darabban, ami fontos, hanem az is, hogy Székely Csaba, aki az egyik legismertebb és legközkedveltebb mai író, én a Bánya trilógiáját nagyon szeretem, és többször megnéztem többféle feldolgozásban, hogy vele együtt lehetett lenni egy légtérben. Mit mondott neked? Nagyon örült annak, hogy megcsináltuk ezt az előadást, és nagyon tetszett neki, és végig próbáltam kukucskálni a színpadról, hogy lássam a reakcióit,
És nagyon-nagyon élvezte, és nagyon tetszett neki, és hálás volt, hogy megcsináltuk, és én is nagyon hálás vagyok azért, hogy... Mert hogy 4 éven keresztül nem vállalta fel más színház ezt a darabot. Igen, ugye ennek a darabnak az ősbemutatója még a Spirit Színházban volt, és aztán a Alföldi Róbert házalt ezzel a darabbal nagyon sok kőszínháznál, és nem akarták bevállalni ezt, és hál' Isten nálunk Budaörsön Ádám nagyon, nagyon progresszív és nagyon újító szándékokkal dolgozik, és azért nagyon hálás vagyok neki, hogy ő azt mondta, hogy ezt igenis, ezt meg kell csinálnunk, és meg is fogjuk csinálni. Ráadásul pont most ebben a helyzetben, ebben a politikai helyzetben, amiben vagyunk, egy iszonyatosan mai és nagyon-nagyon reflektál arra, amiben élünk ez az előadás, és ezért is tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy ez elkészült, mert amikor nyáron volt egy házi bemutatónk, akkor péntek reggel szavazta meg a parlament ezt a bizonyos melegellenes törvényt, és mi akkor... Mert akik nem tudják, meg. Ez erről szól, tehát a másság különböző aspektusairól, és tanár, diák, vidéki ember, erdélyi, kocsmáros, tehát a legkülönfélébb réteg megmutatkozik ebben, családos ember, egyedülálló ember, de mindegyik ugyanolyan ember, mint az összes többi, hiszen erről szól a dolog, hogy elfogadóbbnak kellene lennünk, és nem kellene megkülönböztetni egyik embert a másiktól, csak azért, mert más a nemi identitása. Igen, és azt hiszem, hogy most egy kicsit Budaörsnek lett egy ilyen érzékenyítő arculata is, hiszen ha csak a Regfilmet vagy az Öröm és Boldogságot nézzük, az egyik a kábítószerfüggők felé próbál meg valamiféle empátiát mutatni, vagy megértetni a nézőkkel, hogy nem annyira fekete-fehér minden, mint amennyire mi gondoljuk. És az Öröm és Boldogságban pedig a szexuális kisebbségek felé van egy ilyen kicsit érzékenyítő gondolat, hogy nem szabad senkit se elítélni azért, amilyen, vagy amiben éppen van, hanem meg kell látni azt az utat, meg kell látni azt az életet, ami van az állapot mögött, vagy a helyzet mögött, és maximum akkor lehet kritizálni valakit, de elsőre zsigerből nem szabad. És azt hiszem, hogy ez a két előadás nagyon szépen megmutatja ezt, hogy az emberek nem annyira fekete-fehérek, és nem annyira egyszerűek ezek az élethelyzetek, mint amennyire gondoljuk mi. És a színháznak szerintem pont ez a feladata, hogy ezeket az élethelyzeteket, ezeket a nagyon szélsőséges, vagy éppen nem is szélsőséges szituációkat kiragadja, színpadra állítsa, és szembesítse vele a nézőket. És akkor a nézők, hogyha fogékonyak erre, akkor elgondolkodnak és beszélgetnek egymással az előadás után, és talán empatikusabban fognak hozzáállni nem csak ezekhez a társadalmi körökhöz, hanem akár családon belül, vagy baráti társaságon belül is bárkihez, akármilyen problémával küzd, mert talán elindul benne az a folyamat, hogy nem kéne elítélnem senkit egyből, hanem szépen elgondolkodom azon, hogy vajon ő hogy érezheti magát, vagy ő hogy van, és utána hozok értékítéletet bármiről. Érdekes volt, amit a bemutató után mondott Székely Csaba, hogy sokan azt mondják, hogy egy stand-upos szerző, hogy ilyen szórakoztató bumbókat ír, és akkor ő most megmutatta ezzel a színdarabbal, hogy ez olyan, mint egy partitúra, én úgy éreztem, tehát mint egy zenemű, hogy borzasztóan precíz és pontos minden mondat a helyén van, és egyik pillanatban sírni lenne kedvünk, és elszomorodunk, és elgondolkodunk azon, amit látunk, másik pillanatban meg óriásiakat nevetünk, és van benne egy ilyen székely humor, és van benne többféle olyan szerep, például Polarics Andreája, egyszerre 3, 4 vagy 5 féle szerepet is alakít, és a többiek is, tehát van egy lehetőség arra, hogy a komikai vénájukat is megmutassák a színészek, illetve a tragédiát, tehát valahogy a kettő, hogy az életben sem, ahogy mondtad az előbb, nem minden csak fekete és nem minden csak fehér, itt is a komikus és a tragikus éle ugyanúgy megvan a mindennapjainknak és ezeknek az embereknek a sorsában is. Ezt mondta a Robi? Vagy a Robi, tudom, hogy nagyon szereti a komoly zenét, és érti is a rendező, hogy ez egy ilyen olyan ritmusú darab, ahol borzasztóan fontos állandóan az arányok, és
hogy a tényleg az legyen, hogy egy pillanatban elgondolkodjunk, és elszégyeljük magunkat, és magunkba szálljunk, másik pillanatban meg óriásiakat nevessünk. Igen, erről nagyon sokat beszéltünk. Robinak mi nagyon fontos a pontosság és a precizitás, és főleg, hogyha komédiáról van szó, ami nagyon a ritmuson alapszik, ezért nagyon fontos volt tényleg az, hogy mindennek meg legyen a helye, és mindennek meg legyen a ritmusa és az üteme. És igen, ezen nagyon sokat kellett dolgoznunk, de szerintem nagyon szépen meglett az eredménye, és nagyon jól összeállt az előadás, és valahol Székely Csabának a célja mindig az, hogy ne csak sírjunk a dolgokon, hanem képesek legyünk nevetni azon, hogy valójában néha mennyire abszurd és szerencsétlen helyzetekbe kell, hogy létezzünk. És hogyha nem tudunk ezen nevetni, akkor belesüllyedünk egy ilyen mély, depresszív gödörbe, ami egyáltalán nem produktív. Tehát a humor az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mi félváról veszük ezeket a dolgokat, vagy ezeket a problémákat, hanem a humor valójában valahol egy nagyon erős önreflekciót mutat. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik körülöttünk, és hogy mi zajlik körülöttünk, és hát be kell látni, hogy az abszurditás az vicces. Tehát ezen muszáj nevetni. Rengeteget nevetünk. Igen. Én is figyeltem a közönséget, ugye ez egyben megy le, azt hiszem 1 óra 40 perc, tehát nincs közte szünet, és már az első jelenettől kezdve, mert különböző jelenetekre épül a történet, és kevés a díszlet, de nagyon sok a fantáziánk, ami ezt úgy megemeli, tehát ugyanúgy azáltal, hogy csak egy asztal van, és van egy remek zenész, aki hegedül egyébként, és úgy átköti a jeleneteket. Emellett ugye ugyanúgy az utca is, meg a vidéki kocsma, meg különböző szinterek megjelennek, de csak a képzeletünkben, a fantáziánkban, és hát remek a humora a történetnek. Igen, mert alapvetően arra épít, hogy teljesen nonsens egy tanárt megvádolni bármifajta propagandával azért, mert Arthur Rimbaud és Paul Verlaine életéről mutat egy filmet a diákoknak. Az teljesen más kérdés, hogy Rimbaudnak és Verlaine-nek volt valami szexuális viszonya is, de ez teljesen másodlagos, és ezért számon kérni egy tanárt, sőt, hova tovább kirúgni, hát ez teljesen nonsens. És ezen nevetünk, mert hát ilyen nem létezhet. És akkor jön be a tragédiája, amikor a nevetés utolsó pillanatában tudatosul az emberbe, hogy de van, ilyen van. És akkor már viszont nem tudunk nevetni. Ugyanúgy játszik benne I. és Robert, itt is egy remek karaktert formál meg, mint az előző darabban, hogy említetted, és az új tagok közül Mertz Tibor például, hát ő is egy remek színművész, és nagyon jó volt ez az antréját, ez a belépés, hogy most mint tag ezzel a darabbal mutatkozik meg, és a fiatal lányok is ugyanúgy. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen csapat, úgy összeért, amikor ti ezt próbálhattátok. Nem lehetett könnyű, mert az egész egy ilyen felfokozott lelki állapotban, meg hangsúlyokkal, meg erővel, tehát soha nem ül le a szöveg, a történet, hanem mindig úgy hömpölyög előre. Igen, ez az előadás is megkövetel egy nagyon, nagyon nagyon felfokozott lelki állapotot. Hát nagyon, nagyon izgalmas végigcsinálni ezt az előadást. Nagyon, tényleg nagyon jó humora van, nagyon jó tempója van az egésznek, és csodálatosak a szövegek. Tehát, hogy az olvasópróbán sírva döltünk a rövögéstől. És nagyon jó volt együtt dolgozni Hartai Petrával és Mertz Tiborral, akik az új társulati tagjaink, mindkettő csodálatos színész, és tényleg összekovácsolt minket jobban ez az előadás. De én azt hiszem, hogy a Budaörsi Latinovics Színháznak pont az az erőssége, hogy egy kis társulat, 14-en vagyunk, azt hiszem, igen, 14-en vagyunk, vagy 12-en. Lehet, hogy most hülyeséget mondok, mindegy. Azt körül, én emlékszem, hogy annak idején, amikor így bemutattam őket, akkor 10 körül voltak, de azóta igen, most azért lettetek most még néhányan. És, igen. És tényleg olyan, vagy nekem az az érzésem, és azért is örültem nagyon, hogy lehetőséget kaptam ide szerződni, mert olyan, mint egy színműs osztály.
hogy pont, mert ugye a színművészetén is körülbelül 10 és 14 fő között szokott lenni egy színművész osztály, és tényleg azt érzem, hogy egy ilyen 12 fős csapat, mindenki ismer mindenkit nagyon jól, és mindenkinek van esélye dolgozni a másikkal. Szóval nincs az, mint egy 35 fős társulatnál, hogy évente egyszer dolgozom valakivel, hanem egész évadon keresztül látjuk egymást, és együtt dolgozunk. Egyrésztről, másrésztről az nagyon csodálatos ebben a színházban, hogy az összes díszítőnknek tudom a nevét, ismerem őket, együtt vagyunk hátul a jászolban, ismerem a takarítónőket, ismerem a kellékeseket, ismerem a fényeseket, a hangosítókat, mindenkit, és ezért tényleg olyan ez a színház, mint egy nagy család. És úgy is érzem mindig magam, amikor kijövök ide, hogy igazából hazajövök. Igen, kijössz a belvárosból, ahol albéletbe raksz a barátnőddel, tehát te onnan jössz, hogy mondtad az előbb, még a beszélgetés elején, hogy a Király utcától jössz ki idáig, a Szabadság utcáig. Hát kedves Kristóf, itt vannak különböző fogalmak, és ezekből légy olyan kedves, húzzál ötöt, és kíváncsi vagyok, akár egyszerre, akár egyenként, hogy neked ezekről a fogalmakról mi jut az eszedbe? Hát ez csodálatosan kapcsolódik a beszélgetésünkhöz. Boldogság, az öröm lemarad, de itt a boldogság. A boldogságról nekem az jut eszembe, amikor kint ülök a természetben, és hátra döntöm a fejemet, vagy hátra fekszem, és van egy másodperc, amikor a szemem még felfogja a földnek a horizontját, és szépen átível az égboltra. És azt a tized másodpercet érzem mindig a tökéletes boldogságnak, hogy egyszerre látom a földet, és egyszerre látom az eget is, valahogy ez jut eszembe erről. Család. Hát a családról a családom jut eszembe. Most te hány éves vagy? Én 24 éves vagyok. Még csak 24. Még csak 24. Tehát te még nem akarsz családot alapítani. Lassan szeretnék. Igen? Most már nagyon sokszor beszélgetek a barátnőmmel arról, hogy most már a kis pulyák már szaladgálhatnak körülöttünk. Én csodálatos családban nőttem fel. És egyke gyerek vagy. Egyke vagyok, viszont van 6 unokatestvérem. Pontosabban 8, mert az unokanővéremnek már van 2 kisfia, szóval igazából nem egyedül nőttem fel, hanem nagyon sok gyerek között, és nagyon szerető, nagyon, nagyon gondos családban nőhettem fel, amiért mindig is hálás leszek egész életemben. Úgyhogy a család az nekem a kis kaposvári kis emberkém, akiket mindennél jobban szeretek a világon. És csak nagyon ritkán karácsonykor, húsvétkor, egy-egy ünnepkor. Sajnos a munka miatt ritkán jutok. Az egyetemista, meg egy itteni színművész, az nem duskálkodik. Kaposvár azért messze van, sajnos. Magyarságtudat. A magyarságtudatról legszívesebben azt mondanám, hogy én mit tartok magyarságtudat alatt, de nagyon sokszor az jut eszembe, hogy nagyon sokan, nem is közvetlenül, de nagyon sokszor bántásnak érzem azt, hogy a magyarság tudatomban, vagy hogy én mit látok a magyarságban, azt számon kérik tőlünk emberek. Én azt gondolom, hogy az én magyarság tudatom az, hogy a kultúránkat mindennél jobban szeretem, tehát nekem, hogyha megszólal egy népdal, könyvbe lábad a szemem, imádom a képzőművészetünket, az irodalmunkat, mindent. És én azt gondolom, hogy a magyarság tudatom az, hogy akik körülöttem élnek, az emberek, magyarok, tök mindegy, hogy határon túliak, tök mindegy, hogy külföldiek, de itt élnek, itt élünk közösen, és nekem a magyarság tudatom az, hogy én ezekkel az emberekkel akarok egy nagyon jól működő, nagyon pozitív és nagyon, nagyon jól kommunikáló közösséget kialakítani. És más különösebben nem érdekel. Költészet. Nekem a költészetről Radnóti Miklós jut eszembe mindig, édesanyám kedvenc költője, gyerekkoromtól kezdve olvastam Radnóti műveit. Szóval igen, azt hiszem nekem Radnóti Miklós az, aki a költészetről egyből eszembe jut. Most még az egyetemen van olyan, mint régen, hogy Hegedűs Géza oktatta meg sokan, tehát hogy vannak külön vers elemző órák, volt nekünk, versmondás. Nekünk Tóth Krisztával, a költőnővel volt ilyen vers elemző kurzusunk, ahol egyébként a Nádasdi tanár úr is egyszer bejött hozzánk órát tartani. Úgyhogy volt, nagyon sokat foglalkoztunk versekkel, elemzés szintjén is, és nyilván a beszédórákon Ságodi tanárnővel foglalkoztunk versekkel is, úgyhogy van, volt.
Nekem sajnos így a versek nem feltétlenül állnak a legközelebb hozzám. Nagyon ritkán olvasok verseket, én inkább novellákat szeretek olvasni. De vannak... Írni nem írsz? Nem, kamaszkoromban írtam ilyen verseket, de nem, én nem írok valahogy, az írás nekem annyira nem. Amihez annyira nem értek, azt nem is próbálom nagyon tologatni. Inkább azoktól olvasok, akik tényleg értenek hozzá. Már az ötödik jön? Igen. Eljutottunk az ötödikig. Álom. Regfém egy álomért. Álom. Tehát hát kilőttük mindkét. Pedig itt rengeteg negatív fogalom is van. Tehát a fele negatív és fele pozitív. És én mindig mondom, hogy sose véletlen, hogy akik itt ülnek, mit húznak éppen. Szoktál álmodni? Szoktam, rendszeresen. Nagyon sokat szoktam álmodni. És általában emlékszem is az álmaimra. Nekem mindig valahogy eszembe jut, amikor szomorú vagyok, vagy szorongok, vagy csak valami nagyon komoly probléma van a civil életemben, mindig eszembe jut, hogy elfelejtem azt, hogy én 4 évesen kitaláltam, hogy színész leszek, és az lettem. És elvégeztem az egyetemet, és leszerződtem egy csodálatos színházba, csodálatos emberek közé, és valahogy a mindennapi élet sodrásában valahogy mindig elfelejtem, hogy nekem volt egy életcélom, amit, ha még nem is teljesítettem be, de már a kezdetéhez eljutottam. És egyébként érdekes, amit mondtál, hogy csak pozitív dolgokat húztam ki. Én azt gondolom, hogy ezt én döntöm el, hogy nekem mi a pozitív, vagy mi a negatív. Mert a családból, vagy a boldogságból, vagy a magyarság tudatból is kihozhattam volna valami negatívat, de én mindig próbálok úgy létezni, hogy valahogy a pozitív oldalát megtalálni mindennek. És próbálok egy darabka kék eget tartani a fejem fölött mindig. Úgyhogy igen, ezek pozitív dolgok, de azért pozitív dolgok, mert pozitívan állok hozzájuk. Hát ezt a darab kékeget, ezt sokáig tartott a fejed fölött. Ezt kívánom, és nagyon jó szerepeket, és hogy teljesüljön minden álmod. Kedves nézőink, a Színtér mai vendége a Latinovic Színház társulatának új tagja, Fröri Kristóf volt. Elköszön a szerkesztőműsorvezető, Vinka Ágnes.